mindnyájunkkal. Almai Vilmos áldozókat, testvérünket ajánljuk az örök atyának, hogy nyissa meg nekünk az Úr az örök boldogság kapuján, ahová nem félt elindulni. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánatunk bűneinket, hogy méltó képen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Amíg élünk,
Isten élünk, és ha meghalunk, Istenre halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, mindig az Úré vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg, és azért támadt fel, hogy mind a holtaknak, mind az élőknek Ura legyen. Mindjárt Isten dicsőség elé. A Szentírásban ugyanis ezt olvassuk. Amint igaz, hogy élek, mondja az Úr, előtte meghajlik minden tér, és minden nyelv magasztalja az Isten. Tehát mindenki számolva magáról Istennek. Ez az Isten ügyé. Márta az elmúlt nővére tiltakozott.
Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus így felett. Nem, de azt mondtam, ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Erre elengedítették a követ, Jézus pedig az égre emeltett tekintetét, és így imádkozott. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Tudom, hogy mindig meghallgatsz. Csak a köröttem álló nép miatt mondtam, hogy higgyék, te küldtél engem. E szavak után hangosan beszólt. Lázár, jöjj ki! S a halott kijött. Lába és keze be volt gólyázva, az arcát meg kendőfölte. Jézus szólt neki. Oldjátok fel, hogy tudjon járni. A zsidók közül, akik fölkeresték Máriát, sokan látták, amit Jézus mondani, és hittek benne. Ez az evangélium igény. Kedves Püspök Atya, provinciális Atya, pap testvéreim, szeretett rendi testvéreim, kedves gyászoló diákjaim, Vilmos Atyának is lelkényhetnék egy kedvesére. Vilmos Atyáig mutatjuk be szentmisét, mielőtt testét elvetnénk. 1964. augusztusában Hegedűs János Kolos, Almaim László Vilmos és én azért jöttünk ide az esztergomi kolostorba, mert úgy tudtuk, hivatásunk van. Behívót kaptunk a rendben. Mit jelent az a hivatás? Nem értem én már az emberi beszédet. Ha a emberi beszéd nincs kapcsolatban Isten szavával, nem érteném a lényegét, hogy hivatás. Nem nézhetnénk bele ennek a valóságnak, hogy Isten hív szabadatlan mélységében a szabad keskeny és törékeny hídján állva és megkapaszkodva a szabad esető korlátaiba, ha maguk a szabad nem lennének kapcsolatban Istennel, aki ajtára vette a mi szavainkat. Azért érkeztünk ide, az esztergomi kolostorban, mert úgy tudtuk, még pedig teljes bizonyossággal, hogy Isten hívott minket. Hangja úgy szól bennünk, ahol az emberi lelkiismeret, isteni ítéleteket, döntéseket képes fogni, mint egy rádiókészülék, ahol állunk a lelkiismeret. A lelkiismeret végezik. Szent Nyomen mondja, ez a hang fölöttem van, és kívül nem van. Igen, egy rádiókészüléket is össze lehet törni. A nyugati civilizáció szétroncsolt a lelkiismeretet. Az Isten előtt bújdokál, bújdokoló, Ádám ivadékú kitalálták, hogy az csak egy belépnevelt felső én. Mi hárman, 18 éves fiatal emberek, szemünk mélységében megszólítottnak éreztük magunkat, és csodálkozva néztük egymásra. Főleg ők énen állt, hiszen ők ketten felesztes diákok voltak, én percés diák. Be se tudtuk fogni összetartozásuk mélységét. Nekem adatok meg, most, hogy már elmentetek, hogy ezt átkérjen. Mikor megvallottam, hogy elmentél, Vilmos, megsiratok. Előjáró kért föl, pedig attól rettegtem, most ne kelljen végigállni. Elfogadtam, de féltem és félek, mert még korai a beszéd, még a csendnek kellene mindent
szemolítani, mint ahogy a hónap a mellett, úgy várok, mint egy kisgyerek. Mert a gyász, amelyben Krisztusi remény van, inkább hófehér, mint fekete. Mert a kér babala élnek a gyökerek, és megérzik a fényt a gyökerek és széltámat, és fölzünk a világ. Mert megöltették hitvány zsoltosok, és megszünetett dobogni szívet, de harmadokra legyőzte a halált, egyrészt legszétenciáként. A lelkiismeret, a paradicsomkert kiégett pusztaságának, hideg hóval betelített mélységeimet, ott vannak az Isten gyökerek. Az Istennel való kapcsolatnak a gyökerei. Akár fénynek, világosságnak, akár szónak vagy hangnak hívjuk, amikor Isten élünk, akkor megjött. Emiatt jöttünk ide 1964. augusztus 1-én. De Krisztus megvilágosít minden ember. Krisztus minden ember hív. Azt mondjuk, hogy hivatásunk van. De ki hív, és milyen erővel hív? Isten hív. Az ember hívja, és azzal az erővel hív, amely egyedül az ő ereje az Istené, minden van, és az egyedül a semmi önben. Elsősorban mindenek előtt a nem létezésben, a létre hívott minden. Ebben az esőreket nem a hittát. Ezt tudni lehet, mert a látható világból bizonyosan felismerhető a láthatatlan. Engem 10 év óta megragad, elragad a teremtés bizonyossága. Tehát a teremtő abszolút bizonyossága. Mert a létezés, amit ismerünk, testvérek, ez egy megokulatlan létezés. Ha semmi nem lenne az értelmes dolog, de hogyha van valami, ne játsszuk meg a veszünket, az nincs megmagyarázva. Ez a létezés megokolatlan. Hát itt vagyok kapcsolatban az Istennel. Szólt és lettek, parancsolt és létre jöttek, mondja Zsoltáros. Jézus Isten fia nem a halál győzte meg az kevés, hanem a nem létezés. Ez a lépbehívás nem szól senkinek a nagy univerzumban, csak egyedül az embernek. És ez nem csupán az idő kezdetén, hanem minden emberi fogantatásban. Mert a fogantatásról nem a szüleimtől kapom az énem, hanem tőlük van. Egy szabad személy, mondja egy nem hívő evolucionista biológus, saját csapdájába esik bele, a személy a szabadságával le nem vezetheti a világ mindenség. A legmélyebb mélységekben ez jelenti azt, amit hallottunk most a szenteszkében, hogy egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának. Amíg élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, Istennek halunk meg. Vagyis egy lélek személy nem létezhet önmagában. Kedves testvérek, egyre többet foglalkoztak a Názáret Jézus kitalálhatat. És 2000 év óta ki akarják találni itt az összes ellenséget. Egyedül a római katolikus egyház a maga dogmáival tudja, hogy nincs ötöd. Éppen így nem lehet kitalálni az egyházat.
nem lehet kitalálni a papságot, nem lehet kitalálni a szentségi házasságot. És főleg nem lehet kitalálni Jézus identitását, hogy ő az Isten belsejéből jön. Minden vallás el tud vezetni esetleg Isteni, de hát ott van, én meg itt vagyok. De mi van Istenem bennünk? Nem az ateistatok, hanem ez. És Jézus megmondja három szemét. Hogy lehetne Isten valaki legyen lenne az az Isteni fokon? Az az Isteni fokon. A képére mondjuk alkotva, amiket is következtethetünk is, és Krisztus kinyilatkoztatását elfogadva azt mondjuk, hogy Uram, hát nem is lehet másképp. A Szent Háromság. És Isten lényege nem a természet, hanem a három személy. Ezért önmagától való, ezért örökké való, mert Isten a szeretet. Nem az isteni lényeg az örökké való, hanem a három személy, ezért örökké való az isteni lényeg. A szeretet nem keletkezik az Atya Istenben, a Fiú iránt, és a Fiú nem veszi ezt egyszer észre, és viszont szereti. A Szent Háromság a szeretet és a viszont szeretet ugyanaz. Ez a Szentlélek. Maga a kölcsönös szeretet nem lehet valami, csak valaki. Ez a Szentlélek. Azért, hogy a Szent Atya szeretet soha meg nem szűnik, mert nem volt kezdve. És az ember ebbe a kezdetnél is szeretetre akarta felemelni, és ebből szakadt ki Ádám, aki nem Istennek akart élni, hanem önmagának. Ezért akart Isten közösséget. Istennek szakítva Ádám bujkált. A második hívás. Ádám. Forró. Ez az első párbeszéd, ami megnyitja a bűnbelsőt ember történetét. És erre válaszolni kell. Miért bujkálsz Isten? Még a vallásban is. Ez a második hívás minden emberi lelkiismeretben hangzik. Íme a hivatás, a hívás szó igazi jelentései. De ez a második hívás az első bennünk van. Tehát amikor Ádám kimerészkedett a rejtek helyéről, akkor átérte újra a teremtés gyönyörűségét. Ádámnak hívása volt és hivatása lett. Az Ádámnak nincs hívása és nincs hivatása. Aztán harmadszor is szólt Isten, nem hagyta magára az emberi keresést, Ábrahámot kihívta a kunánságból, és azt mondta, megáldalak téged, és egy ivadékot van, nem csak a te leszármazottaid a zsidókat, hanem minden embert megáldok. És csak a zsidók vehették észre, a hívő zsidók, az apostolok, hogy Jézus az az utó. Aki halottaiból föltámadt, és az áldás ez, hogy az ő dicsőséges testében az a 70 kilós vagyok nem tudom. Transzubstanciálod, átlényegül. Az anyagnak igenis már Krisztusban van egy új formája. Nem csak várom a holtak föltámadását, hanem megtörtént. Ezért az apostolok úgy érték meg, hogy ez az utolsó hívás, utoljára fia által szól. Azért utolsó, mert utolsó egyetemes hívás. Hogy engem ő Krisztusinak hívott, magához hívott, hogy az ő isteni természetében részesítsen, amelyből kiszakadt. És ebben a teljes és végleges egyetemes hívásban
hol az ötödik hívás, amely élen állapotra hív. Szent házasságra, Istenén vállal remetességre, magára, lemondva a családról, vagy egy szerzetes közösségre. De vigyázzunk, ezek a hívások egymásban vannak. Tehát akkor mi ezt úgy érezzük, hogy minket most teremt az Isten. Én itt tudok, csak a rendben tudok emberi lenni. Csak itt tudok keresztény lenni. Ez nem olyan leváltható mások hívás, hanem az első belül, az első hívás szakad fel. Kedves testvérek, ott szólított meg minket Isten, ahol egyedül vagyunk, és azt mondja, abba a kamrába, ami szállt el magadnál, mert rendetlen már téged az agy. Találszka Isten úr mondja, hogy az a magány, amely te is hordozol magadnak, nem is segít. Az nem műhiba. Sem a házasságban, sem a magányos életben, sem a szerzetes életben, az senki nem tölt ide. Én nem egy közösségért jöttem ide, nem is ismertem a felelősséget. Közösség az egy ajándék annak, hogy Istennel vagy a közösségben. 1964. augusztusában mi hárman egy a földi életünknek gyökeresen meghatározó végső hívásba részesültünk. Ezt nevezzük szerzetes hivatásnak. De ez a teremtésben történt hívásom belül van. Ádám hívásán belül van. A Krisztus által adott isteni életre való meghívásom a keresztény életben belül van. Én itt élhetek csak emberként ismétlen. Itt lennek keresztény. Kedves testvérek, egyébként is a teológia azért hullunk szét, szétfogulni, és most eljött az ideig összefogálni. Egy gyönyörű ország elé állunk. Az Isten művei egymásban vannak, és egymást járják át. És olyan világosság van bennünk, hogy aki nem hisz, nem tudok vele beszélni. Aki nem lépett ebbe a világba. És itt érhet a legutolsó személyes életedben befejezhető hívás. Kiszólít ebben a világból. És Jézus dicsőséges testvérével ittad. Ahogy a hallottok imájában mondjuk távozzák keresztényének. Annak a nevében, aki téged meghívott. Vilmos atyát Isten magához hívta. És most az evangélium. Jézus hangos szóval kiáltott, hogy a Lázár jöjj ki. De ezzel a kiáltással Jézus az ő barátján visszahívta az életben, pedig Isten nem szokott visszahívni, nincs vissza. Vilmos atyát előre hívta, hála Istennek, és nem vissza. Fontos ez a Lázárnak ez a föltámasztása, de azért végtelenül kisebb esemény, mint a temetés, mint hogy te meg én itt vagy. Mivel a személy kapta a halatlanságot, ezért mondom, ez kisebb esemény, mint Lázár fogantatása. Isten az ő személyét, a nem létezésben akkor jön elő. Most csak a biológiai halálból hívta vissza a meg nem halt személyt, aki azért hallatatlan, mert Isten kommunikálni akar vele, nem azért, mert a természete hallatatlan. Persze azért, hogy erre rendelte Isten, most már a magánvalóság tulajdonsága lett a hallatatlanság. Ezért volt, mondja Pál, és ilyen új szöggel lehet élni, hogy minden Istennek él, és Istennek hal meg. De miért hívta vissza a barátát Lázár? Hogy Lázár megélhesse,
barátjának, Jézusnak, az egészen más dicsőséges föltámadását. Jézus föltámadásában nem jön vissza, hanem testével együtt a mi testünket vitte Isten dicsőségére. És most bemutatta a benne lévőknek, Máriának, Mártának, csak ott zokogó rokonságnak, hogy a halálból képes visszatérni. Vagyis ha rothadó testnek visszatér a földélete, akkor arra is hallhatlan, hogy a testet a dicsőségbe hívja. Nem vissza, hanem a törékeny létezése túlra Isten dicsőségére. Vilmos Atya, ami testvérünk szilárd hittel, tudással hallott a Krisztus feltámadását, ő benne volt egy szégyenlős férfias. De nagyon jó volt vele együtt lenni, 20 évig voltunk, a mélybe tudta, őnek mi nincsen így vagy úgy magyarázom a hitet. Nincs. Abszolút szilárdság. Ezért elmenetele és temetése szomorúságot tölteni a növelékenünk a föltámadás reményét. Mert Jézus Vilmos volt, legyőzte a halált. Nem úgy, hogy visszahívta volna, akkor nem győzte volna le, mert ismét a halál előtt állt volna, hanem úgy, hogy az isteni dicsőségbe hívta. Ezt szeretné, hogy Jézus halálával legyőzte a halált, és föltámadásával felöltött az életet. Vilmos 20 éven át számtalan az évszeretem, hogy a kórus rácsapodat oltáz, és halmatod a vasárnapi prédikáció. Nem nyilatkoztál róla, de az, hogy hallgatod, az elég nagy, pozitív vélemény. Csak annyit szoktál mondani, Balázsván kiszedetkeztél hosszabbul. Tudom, most is mondjad át, de most jut eszembe, hogy az sose mondta Kolosnak, hogy Koloson. Balázsván. Élet. Ilyenkor talán a szívet nyitva megnyilvánul. Isten veletünk. Hirgalmas királya, elmúlt Vilmos testvérünknek, bocsásd meg neki minden bűnét, és add meg neki az üdvösséget. Segíts a bűnösöknek a megtérésre, hogy minden ember újjá születhessék a te szeretetedben. Könyörű egyház községünk elmúltjai, különösen azokon, akikért már senki sem imádkozik. Óvidd meg bennünket a készületlen halálból, add, hogy mindenkor te utaidon járjunk. Vigasztald meg, Urunk, az itt maradottakat, ne engedd, hogy a reménytelenség legyen előtt rajtunk. Irgalmas üdvözítő Istenünk, levéteinket nézed, te kérünk, újítsd meg mindannyiunkat, egyházad hitében, élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Oh,
Fogadja el az Úr tegedve az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
a vacsora után ugyanígy készbevette a kenyeret, és majd kicsit hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szól. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én élet kenyere, az új és csörök szövetségé. Ez a vérét értetek, és sokat ért kiontani a bűnök bocsánatára. Ez szeretet vétek az én emlékezetemre. Oh, yeah.
ne védkeinket nézhet, hanem egy házat kitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, élsz és uralkodol, mint örökön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a
és a földet alkotta. Adjunk meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Ámen. A Szent és Erdélyeket él, menjetek békében. Istennek legyen Engedj az országodat.
amikor elestem, fölöttem,